Nos, srácok, a fifacoin.com olcsóban vehettek zsetont, a képernyőn láthatjátok, hogy nagyjából mit kell csinálni. Ha esetleg nem menne, akkor a How to Buy menüpont alatt pontosan megtaláljátok. Ne felejtsétek el használni a Rekal kuponkódot 500% kedvezményért. Én azt mondom nektek, hogy ö, ö, rá. Igazából egy sász töltötte föl, föltöltött a nepentez is. És sok mások, az, az eredeti videót azt nem találtam meg, úgyhogy ö, egy srác által felrakott videót nézünk. De alapvetően ugyanaz a gameplay, csak nem az eredeti felvételt azt nem találtam meg. Valószínűleg leszették Twitch-ről. Ők kell nekünk egyet a hang. Hát van alatt a nagyon halk alapvetően. Tehát ö, ez a cucc, még egyszer mindenkinek mondom, hogy ö, szerintem egy ilyen demó, tehát nem a végleges téma, viszont a FIFA 20-nak az official, ugye Londonban játszódott e, e World cup tesztelték páran, pár ilyen ismertebb fifa név külföldiek közül. Egy Madrid Liverpool mérkőzést látunk, 2 v 2 játszanak a srácok. Ugye egy nagy csarnokban volt, nagy, nagy kivetítőkön követhették az ott jelenlévő résztvevő emberkék is hogy milyen a game. Nem annyira fluid, így videón keresztül ugye videót nézünk, plusz még stream is van, plusz még alapvetően ugye a srác az úgy töltötte fel, hogy szerintem a szóval alapvetően nem lesz annyira fluid a gameplay, ez, ez, ez valószínűleg úgy mondom hogy a, a sok videón keresztül nézés miatt. Viszont alapvetően a játéknak az alapjait azt látni fogjuk, a cseleket, a labda, labdának a mozgását, abban a paszban például már most látszódottam úgy, ezt azért kiemelném, és ezt amúgy elemezzük már egy picit. Szerintem, mert amúgy érdemes. Tehát menjünk már ide vissza egy pillanatra. Tehát itt például ez a passz. Ebbe például elég nagy kifli van. Mondjuk lehet kicsit. Áh, nem kell itt azért. Ez a pass, itt a, itt a narancssárga úri embertől, ugye, érkezik a passz a benzamának. Azért nem tudom. Tehát egy sima passzba azért ekkora kis tekerentyű nem szokott lenni idén legalábbis, én nem szoktam ennyire észrevenni. Ez például szerintem egy egész, egészen látványos passz volt, így, és ez eléggé látszott, hogy mi a helyzet. Hát a Benzema lövése. a lövés, hát nem is tudom igazából, az a lövés ez megint nem nézett ki rosszul. Hát látványos volt az átvétel, sőt az is látszik amúgy, hogy az átvétel után egy picit fölpattan a labda, mint a Benzema átveszi bal lábbal, vagy jobb lábbal, tehát egy kicsit még ott pattanik és fölpörög a labda. Ez is talán egy picit az, így az élethű vonalra viszi át a gémet. Úgyhogy <kül> én már most látom amúgy így az, az ilyen alapvető kis, kis minimális változásokat a játékban, de az ilyen hosszú indításokra leszek például kíváncsi. Ez például egy nagyon jó labda. Nyargal a szál a szélen. Hát a Carvajal majdnem utol érte. De igazából, erre is kíváncsi vagyok, hogy ez a, a pészkülönbség különbség, ez mennyire látszódik majd meg. Ugye azt mondták, hogy elvileg most megfog. De szalát mondjuk, a Carvajal, hát nem tudom, Carvahal az egy gyors, de azért annyira nem. Jó, az az működik. Hát a szabátlanságot az azért most se fújja be a spori, az látszik meg. Tehát mindegy, hogy 19-20 vagy valami úgy benne hagyja a sípot. Hát ez teljesen szabálytalan volt totálisan. Ez jó, furán nézett ki, az viszont les lesz. Alapvető dolgokat azért észre lehet már egyből. Finesh ott lesz, lesz ha? lesz, lesz. Csak, ugye a kérdés az, hogy ugye megint lesz time finishing, kérdés az, hogy mennyire lesz jó a finesse plusz time finishing, és mennyire... Ott, ott is volt a lakrok vétel, Látom az... úgy, <coughs> hogy benne van és úgy, hogy működik. Lövőcsel jól működik, Modric. Én átvétel volt ez amúgy megint, ez megint ilyen fura átvétel volt. Ez kicsit, kicsit ilyen, nem is, nem is tudom, Szép, de jól néz ki amúgy, jól nézett ki ez a mod is fél átvétel, mondjuk én már lőttem volna ballal. Még egy nem húztam volna a Fundike-ra, de hát ez ilyen. Szállám most a másik oldalon tűnik föl. Egészen érdekes, de előbb ugye itt lent futott el. Látszik, 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 apróságokban amúgy észre lehet venni. Ö, itt a gameplaybeli különbséget. De zsibbaldasszál még mindig, de jó Isten. Le, le, le. Le, le. le. Hát ezek a qw ezek Ugyanúgy igazából nem működnek, csak hogyha nagyon üres adott szerintem Egy ütközést látnék egy ilyen, egy ilyen test-test ellen itt amúgy Azt még nem nagyon láttunk Vagy, vagy egy ilyen egy-egy-egy-egy cselezéses -egy, egy -egy -egy témát, mint amit mondtak is ugye, hogy az egy-egy Az teljesen más lesz Szabálytalanságot fúj, nem tudom mire. Az megint... És ott mehet a kuduplavé. Így van! És a lövés! Kapá! Hogy ők, 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 ők azok, akik játszanak, középen pedig ül a kommentátor Pali. Hát nem tudom, mondjuk ez ilyen... Amúgy nem a stylish, hanem az origi lesz középen. Uh, hát ezt egy így jobb lábbal kapásból eldurrantottam volna. Ez az ilyen fejelés, ez nem tudom, ez fura volt. Egy picikét. Rossz megoldás. Megint azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia az nem veszi alapot, hogy ezt nem fejelni kéne, hanem lehet jobb lábbal el kéne tűrülni. Mondom még egyszer, szerintem ez egy ilyen demo, demo, demo gameplay. És nagyjából ez lesz, viszont apróságokba változtat a játék, ugye? Az viszont egy nagyon szép labda volt. Na no, viszont ilyen passzokat azért nem lehet, tehát a, a sarkazás idén annyira nem, ő, tehát nem, tud, nem tud olyan nagyon nagy erőt beletenni és így szöktetni, mint például itt. Ez kurva jól nézett ki. Ez nagyon nagy passz volt, egy origi szintű játékostól. Ez nagy, ez nagy, ez, ez jól nézett ki nagyon. Ilyen nem igazán van idén. Lehet sarkazgatni, de csak ilyen piciket. Ekkora erőt nem tudsz beletenni szerintem. Hm? Ja, bocsánat. Úgyhogy ez jól nézett ki. Hát mondjuk ez, igen, ezt nézzük még egyszer vissza, ezt az egy-egy ellen ilyen kis... Na viszont ebben a részben most érzem azt, a, azt a szerelést, tudod? Tehát a FIFA 19-ben, ez most úgy nézett volna ki, hogy elveszi tőlem a Casemiro, és ott még ahogy látod, az Origi még visszapöckol a jobb lábával rá, de még mindig a casemiro marad. Tehát 19-ben ez úgy nézett volna hogy elveszi a Casemiro, de ugyanúgy a támadó játékosnál marad a labda. Viszont talán egy picit lehet tényleg azt érezni, hogy, hogy jó időben lép oda a védő, és nála marad a labda, mert jól szerelt, jó időben szerelt. És talán ez reméljük, hogy az összes többi ilyen szerelése szituációnál így fog maradni. Hogyha jó időben lépsz oda, akkor igenis maradjon nálad a labda. Benzem, most minden visszapattan a Benzemához. Mondjuk a lövés, nice, első lövés így valami, ami, ami értékelhető volt. Nem rossz amúgy előre. Uha, ez milyen szarszolgat volt, egy jó isten. lövő helyzet. Meg Megazán... Hát a helyzet az nem sok van a meccsen amúgy. Marcelo, és megint megvan neki, pedig ott is amúgy szerintem volna egy 19-es FIFA-ban ez. A gyönyörű labda volt. Uha, bél, nice. Szevasztos srácok, üdv mindenkinek, hello, hello, hello és hello. Az hogy a time finishing nem tudjuk megnézni, hogy ez hogy muzsikál. Rossz a labda. Fos. Én meg is kijöttem, hogy a kártya fifa most emlékszem. Ez a New, New Arrival nevezetű SBC. Azt nem fogok megcsinálni, csak megnézzük, hogy mi kell azért hozzá. A mozgás, amúgy azt, mozgásban nem érzek nagyon különbséget, tehát ez a a játékosoknak így a mozgásában nem nagyon érzek változást, tényleg ilyen kis-kis apróságok. Nem tudom, egy, egy, egy igaz, ilyen, olyan igazi, olyan egy-egy... Oh, uh, uh. Az egy-egy cseleket azokat mondjuk így megnézném. Hogy így rávezeti, és úgy tényleg megcsinálja a cselt, az Fabinho nagyszerelés szerelés volt. Voltak azért cselek, de viszont még mindig ugyanazt érzem, mint idén, hogy igazából nem... At igazából csak attól függ a csel, hogy jó időben csinálod, és ennyi. Tehát, ha jó ütemben húzod a croquetet, akkor igazából leszophatod a fanbike is. Teljesen mindegy, hogy milyen védő, hogyha az, a croquetet jó ütemben csinad, akkor mindegy. És szerintem ettől ugyanúgy nem... Tehát nem lesz meg az a dinamikus cselezés, meg az a mit tudom én milyen új vonal, amin, amit mondtak meglátjuk. Az fura volt az ott az árnál, az ilyen meh. A dragback az ugyanúgy működik, egész jól, hogy látom. Használható lesz majd idén is, vagy jövőre is. Az jó nézett viszont. Szarolt a lövés. Nice. Uh, 97-es az ázár. Te jó Isten. Szia Dani. Szia, szia. Ugye megnézzük azt is. Hát 15 FIFA perc van még vissza. Hát gólaz az lehet nem lesz amúgy. Bél, és a bél, hát most amúgy látszólag a bél majdnem megfutott a fandájkot lóval Pedig mekkora előnye volt a fa, azért a idén a béllel nem futsz meg így Mert eléggé, tehát ez 10 méteres Futás volt, csak is nagyon nagy hátrányban volt a fandák És óriás, vagy a, a bél, és nagyon nagyot futott rá, izé A fandájkra, a menü az nem változott sokat Alexander Arnold 78, remélem ezeket, ezeket javítanak Mert az Arnold az se 78-as Fandák se 85-ös, szerintem ez még javítva lesz. Nem gondolnám, hogy ezek a statisztikák ezek így maradnak, mert ez egy elég éjjem. Hát köszi. Az hogy 20 évesen azt egy 84-et, akkor ha most tovább fejlődik, akkor jövőre, meg után lévő fifa már 90-et kellene neki Persze, Roli, tudom. Tudom, tudom, teljesen más, akik... Igazából minden mód más, tehát a karrier mód, meg a proklábz is teljesen más, mint az UT, meg a kickoff. Legalábbis idén így volt, reméljük, hogy azért valami hasonlóság lesz majd következőbe. Origi és a kurta Valláb ugyanúgy. Gyengébbik lábbal össze, ugyanolyan szutyok lesz a lövés. Mondom, kicsit akad azért a gameplay, ugye, mert uh, videó, meg streamelek is, meg ugye ez is újra lett töltve. Hát a sebb tudja, így első blikrem, hogy mindjárt vég a meccsnek, nem hiszem, hogy itt már lesz valami így első blikre azért 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 érződik benne az, hogy hát hogy azért, ja, tehát én én én, nem tudom, én személy szerint én látom, én látom benne a a az újdonságokat, én látom benne azt az újat, ami amiről beszéltek sok helyen, tehát hogy meglepően sok helyen látom én az újat. Viszont ő magába a gameplaybe annyira nem. Tehát ezeket az apróságokat tényleg ez a szerelésnél például látszik, akkor a labda fizikánál látszik, hogy visszafele pörög a labda például egy olyan indítás után, ezeket látom. Nem tudom, Meg meglátjuk, skacok Ö, nem néz ki rosszul, tényleg minden évben azt mondjuk, hogy na majd most, na majd most, na majd most. Az első egy-két hónapból ok, jön egy pecs, és elbasszák a játékot, onnantól kezdve játszata lesz. Úgyhogy nem, tud, nem tudom, skacok, nem tudom. Meglátjuk, meglátjuk.